Tehát mindig a ötig mondom. Mert mit tudom én, kettőt, hármat egyszerűbb megjegyezni, mint ötöt. Jó. Szerintem. Már be? Nem te, hanem a játék, hogy nem akar kinyitni az ajtót. Láttam. Ott egy jogra. Jó. Hol? Volt. Aha. Csak sniper, lefogja. Igaz. Jaj, meghalt, jó. És nézd, nem beszél van, sőt, az más felvisz, nem mindig. Másik ogra is halott. Inkább vásároltam igazából. Egy sniper-es halott. Második is halott. Közepén vannak elvele. Meg a krimbek. Milyen sniper-es? Nagyon rám lát. Jó, az a másik ugrítetem. Meghalt. Jó, itt van a light rajtam, hogyha itt maradsz, akkor már megvan a pontod. Ugrítet veszedem. Most ugrít, igazából nem csak egy van. Jó, mehetünk be a pontunkra. Bent vagyok. Fagyasztás lelassít, nem tud felugrani, ez miért nagyon jó. Ne tűnt már? Jó. Nem. De mindig fagyaszt. Nagyon jó. Jó, nagyon jó az a játék. Jó, csak engem megfagyasztott. Oké. Te mész alulra, meg én megy fölre. Igen. Le, most jött ki egy night. Jó, egy moton van. Ha van motod? Persze. Jó. Már kemered a második is. Nekem is. Jó, nekem már megvan a kettő, akkor balra jobbra egy olvasást kérek. Pillanat. Jó, akkor van az a, amit nem tudtam. Tudod, ez a két-három szög. Igen, akkor...
Commune, igen. Igen, és van a virág, a fehér virág, light, gondolom fehér én. Fehér virág, akkor magyarul light, jó, tökéletes. Igen, mondom. Jó, esőt előtt kész. Ja, azt a hülye Commune, azt meg kéne jegyeznem. Na, egy kicsit zavaró, de mindegy, rájöttünk. De így tudod, azt az egyet nem tudom igazából. Igen, csak abban nem tudtam, amikor azt mondta, hogy azt az egyet nem tudom, és akkor most akkor az mi? Na, ez ő. Jó, egy nem, de egy mód megvan, de a Mode of Darkness, oké. Okay. Akkor még kell kettő. Jött a másik. Nekem meg lehet, hogy... Mi a fasz csinál ez? Mi ez? Jó, kettő megvan. Nékem ja, itt van a már. Esett ki a harmadik nekem. Igen, mindig neked jön ki előbb, azt figyeltem. Nem tudom, mi alapján működik, de... Hát gondolom így felváltva spónoltatja. Az is lehetséges. Biztos vagyok benne, mert mindig amikor mondod, hogy neked kijött, akkor utána abban a pillanatban jön ki nekem. Jó, akkor Andi az első az a grifet kell keresni, egy lyukas melkasot kell keresni. Szóval, hogyha megvan, lyukas melkas, fekete lyukka. Na. Még ha eltalálnám, okay. Igen. Darkness, fekete napocska. Megvan. Oké, okay, és a Guardian, tehát egy áll egy Guardian, tehát van egy ghost a feje fölött. Megvan. Tökéletes, tökéletes. Oké. Okay. Még egy kör, fölfele kell menni, tudod, jó? Itt van kint. Tudom, látom, nekem tovább kéne. Ellenkező oldal. Haladnom, tudom. Haladnom kéne. A kis nyomoron. Igen, itt négyet kell szereznünk. Várjál, nekem föl kéne valahogy jutnom. Dehogy. Jó, itt is jó végül is. Ja, hogy ott van a kis kesek. Ja, igazából én tök jó helyen vagyok, most jöttem. Jó, rá. Jó, ez jó. Jó, nekem kettő megvan. Most nagyobb a fegyveresség, ölnem a saját maga abritni a főhívőt. Elvileg... nem. Te, ott van a kis kesőd. Jó, megvagyok. Nekem kettő megvan. Nekem most jött ki, már a harmadikat már megöltem. Lepottyant. Igen, leesett. Hát de újra jött, úgyhogy megvan a három. Nekem már most van meg a negyedik. Várok, hogy egy kicsit hátadé végezzük. Most aztán. Nem, fölvettem már. Jó, a negyedik is megvan. Jó, akkor neked már csak egy kell. Nekem most fog spawnolni. Most jött. Jó. Én besegítek oda, egy kis ülettel. Nem kell. De adok egy pluszt. Ura vagyok, igen. A helyzetnek, jó, igen. Akkor balra, Tover. Jobbra egyet. Tover, oké. Okay. Ez egy jó call-out-ot. Darkness. Várjál. Jó. Ne, egyes, meg kell keresnem. Tover? Ez is olyan szimbólum. Hát, akkor az nem tudom, hogy micsoda. Ó, de. Jó, jót mondtál, igen, következő. Igen, Darkness.
Igen, következő. Witch Queen. Igen, következő. Mi az a Blackheart? Blackheart. Nem, azt mondom, plain. Blackheart. Megvan. Jó, csak nem láttam, hogy takarás volt a távol, de jó, mondtál, jó van. Tudom. Ez nem volt kérdés. Na, még ma elrak minket, vagy még van? Mert élt még egy mob. De nem az miatt, hogy idő múlva ilyen szakaszóban van, tehát ez nincs hozzáfüggve a mobokhoz. Jó, oké, ez a rész kész. Igen, itt le kell szarni mindent is. Csak menjünk előre, főfele. Jó. Oké. Jó, kis platform. Csak terület, ahol ölni is kell a gyávból. Intézem, te csak menj. Megyek. Öltem is azért párat. Tudom. Na, jó volt a machine gun, jobb volt az átváltás szerintem, de majd kiderül majd a tormentornál, hogy jó ötlet volt ez. És nincsen harmadik ugrása. Mert szerintem nekiverődtem, úgy éreztem most a félének. Nem baj. Milyen sniperek ki vannak szedve? Jó. Igen, mivel hogy ferde ott a fal, és ahogy igen. Ugrottam. Jó. Hallod? Na. Azért mondtam. Nézd meg! Jó. Ott is ferde a fal a kurvanyját, és visszapattanok róla. Jó, gyere, mindenkit megöltöm itt. Jó, mi parkodok csak. Aha, na, most így jó lesz. Hova megyek? Na most elfelejtettem, bakker. Ja, igen, menni. Most ugrok be oda. Igen. Igen. Jó, és most balra fölnézem. Erre. Igen, megvan az útvonal. Jó, és hogy fölnézsz ide, ahol ide, akkor egy turrettet, jobbra fölnéz, és oda kell menni. Csak oda egy gyorsabban menni most. Most jön a lögdösős fal. Igen. Passzom, hogy immun is. Hallod? Jó. Hallod, mekkora... Hú, ez a játék, te úristen. Borzalmas a játék. Pont jó, voltam jó helyen. Ki pofozott a bugyitból? Nem, jó helyre ugrott a bola, csak hát ott volt egy platform rész, ahol jó lett volna. Csak utána még már ott nem fogott meg semmit sem. Mindig megyek balra. Darkness. Jó, megyek akkor neked jobbra, nekem balra. Jó, nekem itt is van, nem is kell sokáig gondolkozni. Tehát olyan hosszú folyosan végig közöket. Én tudom, hogy hol van. Jézusom!
Mi az? Na mi van? Ez egy kismacska. Frászt hozta rám. Jó. Én rajta vagyok a platforma. Én még macskával együtt közlekedek. A füled? Feti a számból. Na, nyau. Jó. Meg vagyok. Akkor neked átkönni az én területemre, meg a tiédre. Tudom. Jövök. Aj, kismacska, nem már. Ajjaj. Ez nem a legjobb. Nem. Ó, te ógregeci, hát nézd már. Babikám, kicaggatod a kezemből, a fülemből át vissza. Rajta vagyok. Hát én is. Jó, most már jó, kész a platform. Lefogja a kezem, majd te. Jó, jó. Darkness, light. Szedtem egy kis... Amúgy kis cica, nem most, nem... Most nem kéne. Hát... Most így igazából... Első pirosra, ó, ez fáj. Ó, igen, ez mindig fáj. Nem tudom, a mikrofon fáj, az amikor nagyon fáj, nem tudom mi ez, de... Hát még jobban fáj. Nem tudom mi ez, de... Nagyon basztagul áll a mikrofonodat. Hát ráfeküdt a macska. Ja. Ja. Úgyhogy én nem baszkurálnám, csak... Jó, csak nem tudom, hogy te szorokozod vele. Na, akkor hát Tormentor. Hát én úgy vagyok összerakva. Jó, akkor Tormentor. Fókusz. 15 percünk van, szabályosan 15 percünk van. Előtt a Tormentor, csebezzük közösen. Ugye, jó lesz. Jó. Jó, sebzőm is. Jó, hagyjad a Tormentor. Jó, olvasás kérlek. Jó. 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. Igen. Az... Nem jó, 5-ös az a közéső. De várjál, most mi van? 5-ös az a... Jó, újat kérünk. Mi volt a baj? Mivel 5-öset mondtál, én a közösebb lőttem ki, ez a 6-os, úgymond, idézőjelbe. Nem a 6-os, hanem az 5-ös, de a középső, de az világított nekem. Nekem is. Mindegy, következő körre fókuszálom. Akkor az miért volt baj? Nem tudom, mindegy. Fókuszálom a következőre. Meghal, hagyjad. Rajtam van, igen. Olvasás kérre. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Igen, tovább. 7-es, 8-as. Ez sem volt jó, pedig a 7-es. Neked mi a 6-os? Neked a legalsó, legalul? A 6-dik, az a 6-os. De úgy értem, a legalsó, a középen, legalul, az a 6-os? Hát nekem nem az, mert ha elkezdem számolni, az nekem az 5-ös. Akkor azért mondom, jó, mindegy, következő. Akkor megint azt csináltad, amit eddig is, hogy
hatosnak vetted az ötöst. Nem? De valószínűleg biztos ez az oka. De hát ha sorba számolod, akkor nem lehet az a hatos. Sorba számoltam, de mégis az nekem az őti hatosnak, mindegy, következő. Egy tormentor. Jó, az a masinkán nem bántam meg. Jó, hagyjad. Hol volt a torna? Ja, rajta van, olvasás kérek. Jó. Kettes. Igen. Ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. Ötös. Bazd meg, öt. Öttől végig kilencig. Jó, ez jó volt, oké. Ezek érdezek is szól, mert bazd meg, lőnek, mert minden passzám. Jó, minden egy kör kész. Menjétek már innen, hát nézd már. Jó, hol a tormentor volt, ha ez nem? De, tormentor. Igen. Oké. Oké. De hagyja szerintem. Hagyjad. Jó, pont meghalt, igen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, igen, tovább. 5, 6, 7. 4, 5, 6. Ez nem volt jó. Nem, hülyeseket mondok, ez jó volt, bocsánat. De. Ez csak 2 kör volt. De mehetünk tovább, menjünk tovább. Akkor szerintem lehet, hogy akkor jó volt az, csak én mondtam, hogy hülyesség, na mindegy. A szövegre nem értelmeztem. A saját szöveged? Andi. Jó van, de olyan vicces volt. Elbasztam az ugrás. Arra vallak, az megtehető, úgyhogy mehet tovább. Én nem tehetem meg, lecsúsztam a füvön. Mennyi másodperc vett? 12-ről én úgy láttam. Jó. De addig takarítok itt. Ja, úgyis egyszerre kell itt lennünk, ahhoz, hogy tudjunk közlekedni. Mária, hova megyek? Ézetem? Előre. Egy bosszot előveszünk. Anyád a fúzgáljad. Hallod? Azaz. Jó, egy kicsi ógra. Hol? Hát most már nincsen, de volt. Igen. Jobbra. Látom. Oké. Például azért teleportra, akkor kétszer így megyünk föl. Aztán egy közös helyre megyünk. Ógrit kell takarítanunk igazából, azt kell nekünk megvalásítani. Hogy megy mellé, de nem mindig. Jó, nekem meghaltok, fölfele menni. Mentem is. Te is tudsz. Itt vannak az ógrék, nem 2 órén van. Létezik ilyen. Ó, tormentor, akkor egy helyen vagyunk, jó. Leszoperezem egyiket. Egyik haldok itt nagyon durván, meghalt. Jobb oldalon van a másik.
az is meghalt, nagyon gyönyörűen szépen meghalt, nagyon gyorsan meghaltak. Helyezkedünk. Vissza. Jó, porszívó. Anyád. Epilepsziások. Hát tényleg gyorsan csináltam. Jó. Költek-e itt, bár lesz banner. Ajt van. Ez ilyen Garden of Salvation-es izé. Terület? Ez a mohásja. Ja. Ja. Meg vagyok? No. Völtöd? Meg. Jó. Oké. Okay. Én megyek jobbra. 22 perc. Jó, ölések vannak itt. Sebzés. Anyád pont elmozdult. Ja, köcsök szájom. Mert le... Mi? Nem, engem lefagyasztott. Engem is. Ja. Jó, ugye emeljem ugye HP-ja. Jó. Immunis lett, igen. Köszönöm, mob. Nem adja be az animációt. Hát, nem jöttek be, de jöttek? Nem jöttek még. Akkor mindegy. Te itt van egy bizarr előtt. Egy vagy itt van bizarr középen állam. Tiéd. Ja, akkor az a tiéd, várjál. Akkor te ellenkezőtek lőttük, nem baj. Enyém meghalt. Enyém is, meg én is mindjárt meghalok. Ne. Igen. Hát de lefagyasztottak, nem tudtam se dodzsolni semmit. Jó, nem baj, Zúdara. Szerintem a bossra kell ránézned. Nézd a bossra. Bossra, amit már lőttünk, mit látsz? Fejjel lefelé. Oké, okay, látom. Igen. Igen, knowledge. Akkor a common, meg a... Ne kell keresnem. Knowledge. Igen. Knowledge. Knowledge után mi volt? Commune. Igen. Igen, és igen. A darkness. Darkness, keresem. Csak valami lengem lő, cypher-es, kis geci. Ott van. Látom, csak engem a sniper mindjárt kiszedem. Már meg egyet, mert kiszedtem. Jaj, te... Nem tudok lőni, azt hiszem, hogy ki tudod lőni. Nem jó, jó? Hát mert nincs, azt mondom, lement a shieldje, meg kilőtt el a darkness. Biztos, hogy van darkness? Én azt... Nem darkness az utolsó, mi a feje fölött? Nézd, hát az a witness. Na hát akkor nem darkness, hanem witness, jó van, oké. Okay. De a witness is mondtam. Jó, akkor most ment a shieldje. Majd mindjárt. Még ma. Na. Mi nem jó? Még mindig immun is. Pedig nem volt a három. Jó van, akkor szerintem vagy túl lassú volt az egész call-out. Igen, mert új bizárdok vannak, keresed a téret. Akkor kicsit precízebben. Jó, ennyi meghalt. Jó. Én is mindjárt. Ne, haj, meg. Hát de... Akkor tessék, itt vagyok egy healing grip, tessék, igen. Mi nem kell olvasás? Nekem healing grip, tehát jó, csak mondja a tudtos. Mit kell ülni? Mondjam, a fehér virág, tehát light, és a tover, várja. Meg a... El kell odáig jutni, Andi. Fehér virág, light, akkor magyarul. Igen. De igen, mondtam. Tover. Igen, light. Tover, várjál, meg a három szemű. Három szemű az a hive. Igen, az. Ott van, látom. Na,
Jó, megvan. Most jó. Ez jó. Nem tudom. Ha most már. Csak most jött ki az informa, mindegy. Fókuszáljunk. Sebzés. Mi? Nem most sebzés, jött. Sebzés. Jó, hát sebezzed akkor. Én csinálom, én aggódj. Szerinted én sálat kötök? Nem. Hát akkor meg... Na, mindegy. Nem tudom, hogy ment mellé ez a lövés, de na mindegy. Jó, legalább főhizet engem, hálasan. Persze, és még teleportáljanak is a kiküzernyákok, hát nem hiszem el. És nem tudom, hogy fejezd le, de vicces volt. Engem meg a sniper, meg még a minden. Engem is lőnek engem, ugye mozogjál, mert ugye berobbantja ránk a setőr. Nem, az oké, az addig. Semmi probléma, csak... Még kicsit sebezni ki a boss, még egy picit sebezni, nem sok kell neki. Jó, eltűnt. Megvan. Nagyon jó, zseniális. Igen, szerintem megint meg kell keresni, vagy előjön a második boss ilyenkor. Aha, már változik a körülmények. Igen, második boss előjött itt a túloldal hátam meg a segítségbe. Ha van szuper, menj erre. Most szupereztem el a másikra. Jó, én ezt nem látom, mivel csak kérdeztem. Anyám, adja HP-t, kösz. Nekem érdekes, hogy nem tölt vissza a HP-m most normálisan. Jaj, kifogytam, hát... ó, bazdmi. Gyors sebzések. Jó, immunis lett. Fordítva fogjuk csinálni dolgokat most. Le fogok kilőni, én megmondom. Csak először. Jó, nem baj, vagyok. Föllógattak a kis nyomvattak. Jó, keressünk vizardokat megint ugyanúgy tudod. Én hát ilyet látom, már itt van mellettem boldog. Akkor megyek a jobb oldaljára. Na megint lógok, hát ezt nem hiszem el. Jó, enyémet megöltöm. Megyek érted. Bocsi, hogy lógok. Jó, mindegy, öld meg a vizardodat. Gyorsan. Hol van? Nem tudom, mert ettől már aki van... Megvan, itt így táncol, ezért kis nyomorult fed az égbe. Jó. Meghalt. Ránéz a bosszra. Még lógat, nézd meg! Engem hát is lógat, nem... ne aggódjál. Na, fókuszálj. Nem az, de engem nem lógtam. Traveler, keressé, Traveler. Mehet a következő. Jó, akkor full fehér az egész, igazából, mint a light, igazából, de full fehér. Jó, tovább. És kukac. Egy piros háttérrel, fehér alakja van, és fekete alul. Hol a szózba van? Azt nem láttam. Kukac alakja van, szó szerint. Tudom. Nem látom azt a szimbólumot. Ez sem kell lenni. Pörgölődök, de itt nekem olyan nincs. Muszáj lennie, akkor valahol van, de... Biztos, hogy kell, ezért kell ez. Hát itt pont nem veszed észre. Hát... Lehet, de itt igazából körbe csak... Ó, várjál, távolabb is vannak. A kurva jövőben. Persze, ott a csillag alazatban vannak. Megvan. Jó, semmi. De eddig nem mutattam. Meg gondolom, a játék arra gondolt, hogy már ide lenne megtalálni, gondolom valami hasonló. Hát honnén a toszból tudjam, hát, hogy hova dugja? Hát játékot kérdezzük. Érted. Most aki először itt van, az honnén tudja, hogy épp ő mire gondolt.
Jó, de sebzés. Jó, mindjárt immun is lesz. Ilyenkor én az óra mutató járásos dolog majd. A 12 felek fölül, egy vonalba, hatos legalább. Én elsőre is megértettem. Jó, csak szóltam, na. Jó. Istenem. Jó. Nekem erre kell jönni, mert itt látom. Darkness itt van előttem, az az enyém. Nézd meg, hogy elhiszi. Én itt vagyok az én oldalamon, akkor a másik oldalon kell lenni a óramutató passzommal együtt. Valami nem volt jó, valamire rossz, ki lett kilőve. Igen, gyere ide a mutatóddal együtt. Itt vagyok, jó, a akkor... óramutatót is hozom, meg a órarugót is, meg na, a akkor várjunk még óraláncot is. Na akkor mondja számot. Na mondja, várjál, mondok neked, egyes, hármas, nem, négyes van, hatos van, nyolcas van, kilences van, ez nullasó volt. Jó, következő, hármas, ötös, hatos, nyolcas. Ha az meg lősz valamit amúgy? Vagy nem lősz semmit sem, mert azért megy el szerintem. Előjed még ki. Egyet kell kilőni, ami neked lézeres. Ami neked lézeres, azért sorolom föl, ami lézeres. Egyes, hármas, ötös, hetes. Valamelyik? Valamelyik? De akkor lőtt ki, hogyha neked is az. Én nem lövök semmit, neked azt kell mondani, hogy igen, az. Akkor én is lövöl, és akkor azzal együtt. De... ja, hogy neked is kell lőni. Igen, közben. Ezért mondom, hogy ne lőjék ki randomra a dolgokat. Jaj, én azt hittem, hogy te sorolod, hogy melyik én meg kilövöm. Nem, egyet kell. Jó, tehát, hogy neked is lő... egyet nem kell magyarázni, csak akkor mondani kell, hogy melyik. Mondtam, de mindegy. Akkor végezzem már. Figyelj. Egyes, kettes, hatos, tízes. Nekem hetes, tízes, jó. A bemlő lassú. 12-es, 5-ös, 7-es, 9-es. Az meg, akkor... mondjad? Milyen problém? 11-es, 3-as, 4-es... Most de egy zúlassó volt. 1-es, 2-es, 6-os, 11-es. 10-es, na. 10-es. Jó, ez jó, ez oké. Egy kör kész. Ő a kis movokat egyelőre. Ha vígan vagy, akkor szólja. Kúra gyorsan kell reagálni, ahogy látom. Jó, várjunk még egy kört. Figyeld a cuccodat, figyeld. 12-es, 9-es. 9. Jó, lőd. Jó, ez jó, kettő kész, szép. Kis mob, van időm, de tenger. Csak fókuszálj. Még őjjed, nyugodtan, még hogy szólok, mikor leszünk kész, mert vannak egy páran. Oké, én készen vagyok, szólj, hogy készen vagy. Mehet. Jó, figyelj. 11-es, 3-as, 4-es. Meg a bal szélső. Egyik se? Egyből biztosra kell lenni, akkor még egyszer. 11-es, 3-as, 4-es, 8-as. 8, jó. Jó, lő. Most ez mi? Nem, barrier down, nem, barrier nem jó volt, nem volt jó, lassú volt, vagy lassú volt a reakció. Nem baj, hogy kész. Jó, ennyi sebzés van? Hát, annyi. Én ezen a rendezvényen annyi, vagyok, basszus. Annyi! Sebez! Sebzek, csak gyere, én is. Gyere! Nyomok én olyan gránátokat, hogy megzavarodik az ellen. Gyere, ott van. Egy pusztult. Ógrék. Egy meghalt. Még a másik ógra. Meg is meghalt. Igen, következő. Mi van itt? Gyerünk. Másik boss.
Hol van, mondja, itt, ott van. Itt engem gyepál éppen. Jó, nem baj, itt segítek. Vegyél levegőt. Gyorsan, sebez. Gyere. Érdemes volt meghalni, mert újra tárazott a játék. Hát igen, az újra adja. Gyere, ott van. Anyád. Adjál hírt. Kösz. Jó. Kérünk, Andi. Dobjál nekem, légy szíves egy izért. Gyerünk, Andi, meg lesz az. Gyerünk. Most kapta a gránátomat is. Szép! Igen. Ott a fény. Gyerünk. Futás. Ez mi? Ez mi ez? Darkness. Akkor megyek Darkness-re. Itt vagyok. Na? Igen? Trust no one. Ne bízzál senkivel. Miért? There is no light here. Nincsen fény itt. Mi? Anyád! De hallod? Ez mi volt? There is no escape. Nincs menekvés. Prepare for battle. Nekem nyomja kockát, Andi. Nyomja kockát. Föl kell venni, igen. Deadly challenge is made. Deadly challenge accepted. Milyen halálos challenge? De mi? De hol? Ott van! Andi! Mi a... Varrogránát? Mi? Ez mi volt az? És mi volt ez? Biztos, hogy Andi ellenem van. Ez mi? Ezt nem értem. És Andi is meghalt a semmitől. Nem baj. Ez jó. De ez mi ez? Mi ez? Itt vagy előttem, hallod? Na jó. El ne higgyél. Ez mi volt? De ez mi volt, Andi? Nem értem. De várj, nem, hülyeség, ne ülj, gyere ide. Ez mi? Hunter? Én nem vagyok Hunter. Á, ez az enyém. A kurva életben a játék rákészített arra, hogy egymást öljük. Az Isten áldja meg. Gyere ide, Andi. El ne higgy, azt még elhiszük. Jaj, de mi jó, hogy végkítettelek. Nem tudtam, hogy ez mi volt, ez amúgy őszintén. Azt tudom, hogy egymás ellen, mi ez? Ezt nem hiszem el. Hát, figyelj, Venomci, reflexzerűen reagáltam. Hát ott látom, elhiszed egyből is. Piros vagy ellenség, de sem. Jaj, Andi. De sikerült. Hát sikerült. Na, akkor tény és való, most jelenleg az exotik küldetéssel. Kereken 400-at öltem, baszki. Az igen. Ja, igen. Csontra benne én is benne vagyok, úgyhogy mindegy. Na, akkor exotik küldetéssel tény és való, amit kell tudni az exotik küldetéssel, mindenkinek egy különböző darkness és egy különböző light subclass-re kell játszani. Egy darkness subclass, egy light subclass. Prizmatikkal bár be lehet állítani. Mondjad. Benne kell állni, hogyha Darkness subclass-ra játszol, akkor kiírja a Darkness Enlightened. Most jelenleg Enlightened ki van írva nekem jelenleg, tehát én Darkness-ra azért hoztam egy időstormot. Andici meg volt, Gathering Storm-mal, az meg Light subclass-ra minősül, tehát neki mindig a világos platformon kell állnia, nekem meg a sötétségen. Az első küldetés az, hogy el kell jutni az egyik pontból a másikra, előre kell rásolni azon a leges legelején, ógréka kinyírni, bal szélen van a Darkness-es platform, jobb szélen van a jobb oldani a Light subclass-es dolog, az ki van nyitva. Következő a funkciók, a mechanikák előírva lépnek. Lehet látni a platformon, melyik világít milyen platformon. A Darkness fölülről kezd, a Light subclass alulról kezd. A Darkness subclass-nek igazából annyi a lényege, hogy Mode of Light, mint a Gambit. Módot kell begyűjtenünk. Tehát ilyentől kezdve ilyen nekünk ilyen különböző ellenfél típusokat, aminek ilyen érdekes aurája van, Darkness vagy Light. Amilyen típusú vagy, csak azt töltheted meg. Másikat nem tudsz sebesíteni, max lefagyasztani, de ez most lényegtelen. Kettő kell szerezni.
A lighter subclass alulról tud olvasni, balról jobbra, ahogy kell alapból elolvasni egy adott mondatot, például tehát úgy kell elolvasni szó szerint, hogy a jobb oldalon, hogy bukkan föl, akkor nem olvassuk le neki, mert csak wipe-olunk helyette, vagy időt húzunk neki. Balról jobbra haladunk, az első szimbólumot elmagyarázzuk a felsőnek, mivel az elsőnek el kell magyarázni a light subclassnek, hogy mit kell lőni. A darkness subclass meg lekeresi azt a pontot, és azt kilövi. Ezt kétszer kell megcsinálni, kettő szimbólumot kilőni, következő terület. Másiknál hármat kell szerezni, utána fölcserélődik a darkness meg a light, fölcserélődik, tehát azt jelenti, hogy nem a light fogja olvasni, hanem a darkness fogja leolvasni. De ott a területén meg kell győződni, hogy három darab módon rendelkezünk. Általában, ahol a light subclass-es van, mindig annak az oldalára kell menni, mert az a legpontosabb, legprecízebb pont, hogy le tudjuk olvasni bármit is, és nekik is igazából az, hogy mit kell olvasni. Ha az a pont megvan, a következő rész, legfelőre föl kell ugrani, a light subclass-es teljesen hátul van csontilag a maga szobor felé, a darkness-ek ott van teljesen a sarokba. A sarokba az megvan, ott négyet kell olvasni, tehát meg kell győződni arra, hogy négy módra rendelkezünk. Hogyha az megtörtént, akkor aki leolvassa, az a világos szak lesz a játszói, az leolvas egyesével, mivel a másiknak föl kell ugrani a legtetejére és körbenéznie. Erre körülbelül van rá time reduction, tehát időre megy nagyjából, de annyira vészesen nem, tehát hogyha egyet lősz ki, megvan. Mindegy, hasonló szituációk, ha az megvan. Következőnél van egy kis jumping puzzle, azon végigkövetjük igazából, mindig ahol vannak a platformok a szél élén vannak ilyen pontok, ahol lehet ugrani. Arra végigkövetni, mozgó platformokon, ahol vannak a sniperesek, tudjátok jól, általában a játékban, ahol vannak ellenfelek, azok mindig ott vannak általában, ahol meg kell mennünk. Mozgó platformokon végigmegyünk. Első Encounter, az első, egymond legnehezebb Encounter, a tormentoros rész. Mindenki más lát, tehát lehet látni az, hogy van a obeliszk, az középen van, az annyira nem kell foglalkozni, és jobbról olvasa, óramutató járásával le kell olvasnunk. Mindenki más lát. Tehát az a lényeg, aki a tormentor final hiteli, tehát utolsó lövést, azt fogja megmondani azt, hogy mit kell, vagyis ő fogja kilőni azok nódokat, mivel van egy 30 másodperces cooldown, amit a maga buffal tud rendelkezni, ki tudja lőni sorrendben. A másik ember feladata az, hogy ő mit lát lézeresnek. Tehát neked lehet, hogy az 1-es, 3-as, 4-es lesz a lézeres, de a másik ember a társadnak meg lehet, hogy 2-es, 3-as, 4-es. Akkor te mit csinálsz? Akkor 2-es sem, csak semmit mérleked nem lézeres. 3-as, 4-es az tökéletes neked, akkor még a további folytatása a másik oldalon, hogy mit kell kilőni. Az egy random szám, azt majd rá kell jönni mindenkinek, mivel mindenkinek random, de 3-at kell kilőni, 3 nódot, körülbelül 3 nódra van, körülbelül 10 másodpercre megfigyeltem tapasztalat szerint. Ezt 3-szor kell megcsinálni. Ha az megtörténik, akkor mindenkit ölni kell, területsebzés, meg innen bele kell állni a platformba, fölmenjünk két oldalon teljesen, ugrit ki kell nyírni, egy platform kész, következő terület megint ugrit ki kell nyitni, megint platform kész, megint fölugrunk, akkor már középpontban vagyunk, két tormentő előjön nekünk, azt le kell sebezni, semmi más nem kell csinálni, csak meg kell ölni minél durvábban, ahogy csak lehetséges. Hogyha azon meg vagyunk, bevisz minket a vákuumozás területre, és utána tesztel minket a játék, mint az eddig összes mechanikát, amit idáig az Encounter szerint megtapasztaltál, azt most az összeset fogja használni. Az első bossnál csak le kell sebezni, az megtörténik, mindenkinek van egy saját bizardja a jobb egy boldog, de ez van, ahol elkolbászol, úgyhogy ezt meg kell keresni, mindenkinek saját aurája, körbe kell nézni. Nem lehet tudni, hogy ki pontosan, de szerintem a Darkness kezd először, de inkább érdemes mindig a bossra ránézni az immune shieldjére, mert fejjel lefele van, tehát ha a feje fölött van három szimbólum, föntről lefele olvasunk, sorrendben tájékoztatjuk az embereket, hogyha érdemes Wolf the Disciple szimbólumokat megtanulni, mert ez ugyanaz, szó szerint. Ha azok megvannak, sebzés ugyanúgy következik, akkor utána megint lesebezzük a negyed HP-ját, akkor már csak másik HP-ját, előjön egy másik boss, akkor fölcserélje a mechanikát, mint amit idáig használtunk, tehát fölcserélje a két játékos egymás ellen használja. Hogyha az megvan, ugyanúgy le kell sebezni, ugyanaz a mechanika, csak lehet, hogy nem a darkness fog olvasni, hanem a light. Ugyanaz a sorrend, ott van körülbelül, van, szerintem akár egy perc lövési időd, arra, hogy kilőjétek azt a három nódot egyszerre, úgyhogy elég sok időt ad a játék erre.
ha az megtörtént, akkor utána meg olyan oldalra kell menni, ahol most voltunk, ez a kis külön óramutató járás, tehát 12-ből áll egy óra, 12 órából áll, akkor mindenkinek egy olyan oldalra kell mennie, ahol nem az összeset mutatja, mivel mindenkinek más. Ha André balra néz, neki az összes világít, ha én jobbra nézek, összes világít. Akkor mit kell csinálni? Tükörképet ellenkező irányba rakni, másik oldalra megy, amikor lehet látni a dolgokat. És utána gyorsan leolvasni, hogy a 1-es, 2-es világít, neki nem, 4-es, 3-as világít, neki nem, neki 6-os világít, akkor nekem is világít, akkor lőjük ki. Na ez körülbelül, hát akkor most megtapasztalta, aztán 5 körből áll, nem, 3 körből áll. Ha az megtörtént, akkor onnantól nyert ügyed van, mivel onnantól csak le kell spamelni a boss-t, addig aztán elszíszel, hogy egymás ellen vagytok, pedig nem. Ez csak ilyen trollkodásnak rakta be a Bungie, mert egymást tudjuk sebezni, tehát... és nézd meg, Andészi puszti. Olyan cuki a piros bogyód. Gizs, Andészi. Na igen, lehet egymásra szórakozni, ahogy én ezt most igazából most látom, hogy először, ahogy nem gondoltam volna, hogy ez az... De... Megölhetsz szám te is. Én csak lerakom az Ark Soul-omat, meg az Urecemet. Mit csinálom? Hát igen. Andici. Én átraknám magam, mert most izé... Úgyhogy... Prizmatikba, és akkor rádobnám a gránátot, és jelezném, hogy ott vagy. És akkor nézzük meg vagy. A class itemünket, nézzük meg a lokunk az. Én például kaptam egy olyat, hogy Spirit of Apathy, Gain Melee and Grenade Energy After Super Ends. Hát ez broken! És én full brokenben megkaptam Starrito Scale, mert melee granát mindenem van. De én ezt kaptam, akkor nézzük, hogy Andici mit kapott Hunterként, mivel mindenkinek más a szakasz. Kitörlöm. Nem, mondjad mi az, rakd be a létszíves. Nem, nem, mondom, ki fogom törölni a francba. Na. Olyan nagyon jó. Tudod, de engem power szeret a melee a fireballs játék. Triggers an ignition. Tehát a melee-d az felrobban mindenkit, és Liars, a counter punchers deals extra damage, tehát igazából, hogyha megütik, akkor nagyobbat sebez rá, de labban nagyobbat sebez, meg a power and melee-vel meg robban, tehát egy szolálos ignition-nel rendelkezik, tehát igazából ez a class itemje. A hunternek meg mindenki különböző van, ez farmolhatós igazából, de az összességében úgy egész jót kaptunk szerintem, ez is egy jó dolog, amit kapta. Én is a legbroken ember kaptam, amit én vártam, de ez is broken, ami van. De nekem teljesen mindegy, mivel hogy a prizmatikot nem fogom használni. Ennyire egyszerű. Mert ez mindegy. Egyébként sem jó hozzá. Mindegy, ez egy olyan mindenképpen futásunk volt, úgyhogy jelenleg akkor most szerintem egész jó időben jöttünk rá igazából, úgyhogy szerintem ez egy egész jó küldetés, hogy hozzá kéne tennem, mert tényleg összedolgozhatja a csapatot, hogy figyeljen erre, meg figyeljen amarra. Érdemes, ez csak dual, tehát azért benne van a nevén dual destiny, tehát két playeresnek kéne játszani. Egyedül nem lehet, hárman nem lehet, úgyhogy csak egy duós partnerre van szükségetek. Úgyhogy ez volt a Dual Destiny Exotic Mission. Úgyhogy remélem élvezhető volt, én legalábbis egy kurvára élveztem, mert nekem tetszik ez a küldetés, nagyon tetszik, összetett, fókuszálj, mennyi, oda, ez nekem ez tetszik. Úgyhogy ez a küldetés nekem megnyerte azt a pontot, amit én elvárok általában egy dolgoktól, a játéktól, meg alap dolgoktól, tehát nekem ezt a kurvára tetszik. Úgyhogy ez volt az én véleményem. Egyéb hozzáfűzni valahogy, Andici? Nekem a küldetés az nagyon, nagyon bejött. Aztán, hogy miért csináltam, azt még nem tudom, majd a Bungie eldönti. Andici, pozitivitás. Hát igen. Jó. Tudod mi a pozitivitás, végig kell tolni varlokkal is. Hát jó, meg lesz az neked, is, meg Hunterrel. Azt élőbe kéne közvetítenünk, igen. Hogy mennyire broken a Hunter. De a varlok, Andici, varlok. Azért, majd te jössz, ha szépen a Hunterrel. Én is végig szenvedtem vele azért az egész sztorit, úgyhogy... Istenem. Na mindegy, köszönjük, hogy ezt végignéztetek ezt az egész folyamatot, remélem segítőkészek voltunk. A videó szerintem, hogy be lesz tegelve, mikor mit csinálunk, úgyhogy én kereskedünk róla, hogy amire kíváncsiak vagytok és szükségetek van információra, akkor azt le lesz írva, meg be lesz tegelve a videó szempontjából, úgyhogy köszönjük szépen, legközelebb találkozunk egy újabb videóval, sziasztok! Igen, sziasztok!